hogy szeretnek téged, Feri. Do we love Pastor Kende? Ah, nagyszerű veletek lenni megint. It's great to be with you again. Legtöbben tudjátok, hogy az elmúlt 2.5 hétben a Peruban voltam. And you might know that the past 2.5 weeks I spent in Peru. A limai gyülekezet meghívott. The church in Lima invited me. Nagy áldás volt velük lenni. It was a great blessing to be with them. Nagyszerű volt Pásztor Lajosékkal időt tölteni. And it was great to spend time with Pastor Lajos. Meg Teóval is, Fodor Teodorral is. And also with Teo. Aki Argentinában szolgál ugyan, de ott volt Peruban erre pár hétre. Who is ministering in Argentina, but he was there in Peru for these weeks. És tényleg csodálatos volt látni a gyülekezetet. And it was really amazing to see the church. A szeretetüket. Their love. Az örömüket, a válaszukat az igére. Their joy, their response to the word. Azt, ahogy fogadták az igét, és the way they received the word. És tényleg örömmel vették. And they really had joy in doing és that. Sokat lehetne mesélni róla nyilván. And obviously I could tell you a lot about it. Most voltam először Dél-Amerikában. This was my first trip in South America. És nagyon nagyon áldott vagyok tényleg, hogy elmehettem. I was really blessed to have this opportunity. Ja, láttátok a videót Pastor Stan-nel, ugye? Did you see the video with Pastor Stan? Meg a bicikli, a kis gyerek, amint elesett a biciklin ott mögötte, igen. And the child who just fell on the bike behind him. És tényleg, tényleg nagyszerű volt velük lenni. It was really great to be with them. Ahogy fogadták az igét, meg ahogy válaszoltak nekem, meg ahogy közösségünk volt. The way they received the word, the way they responded, the way we had fellowship with each other. És ez annyira nagyszerű, hogy ez meg lehet a közösségeinkben. And this is so amazing that we can have this in our fellowship. És igazán ez van nekünk is itt is. And this is what we have right here also. János 14-ben azt mondja a 21. vers. In John 14, verse 21, it says. Akinél az én parancsolataim vannak, és megtartja azokat, az szeret engem, aki pedig szeret engem, azt szeretni fogja az én atyám, és én is szeretni fogom őt, és kijelentem magam neki. He that has my commandments and keeps them, he is that who loves me, and he that loves me shall be loved of my Father, and I will love him, and I will manifest myself to him. És igazán ez az, amit láttam ott, ami megvan a közösségeinkben, akár ott vagyunk, akár itt vagyunk. And this is actually what I saw there. This is what we have in our fellowship, either there or here. Hogy a hívő erre van elhívva. This is what the believer is called unto. Hogy ismerjük az ő igéjét. That we would get to know his word. És hogy járjunk abban. And that we would walk in it. És igazán ez az, amit tanítunk bárhol van a szolgálatunk. And this is what we are teaching, no matter where our ministry is. A greater grace, Ben. In greater grace. Tanítjuk Isten igéjét. We teach the word of God. És azt, hogy engedelmeskedjünk ennek, hogy járjunk ebben. And also obedience to this, and that we would walk in it, and be found. Hogy a Jézusnak a felemelése. That lifting up Jesus. Az Isten kegyelmének a tanítása. The teaching of the grace of God. Az tesz minket a leginkább képessé arra, hogy járjunk az ő akaratában. Make us the most. This is the most important thing about makes us capable in walking in His will. Hogy vannak más módszerek. There are other methods. De hogy azok nem érnek annyit, mint ez. But they are not that valuable than this. És csak ebben akarlak bátorítani. And I would like to encourage you in this. Hogy ez a gondolat. With this thought. Akinél az én parancsolataim vannak és megtartja azokat, az szeret engem. He that has my commandments and keeps them, he is that who loves me. És a végén, and at the end, én is szeretni fogom őt. And I will love him. És kijelentem magam neki. And I will manifest myself és to him. És micsoda ígéret ez. And what a promise this is. Ahogy járok az ő akaratában. As I walk in his will. Ő kijelenti magát nekem. He manifests himself to me. Másik oldalról is bátorítás. And this is an encouragement from the other side hogy also. Hogyha távolinak érzem az Urat. If I think I feel that the Lord is distant, akkor ez is egy bátorítás nekem. This is an encouragement to me. Hogy jöjjek az igéhez. That I would come to the word. Alázattal, engedelmességgel. With humility and with obedience. Mert Jézus ki fogja jelenteni magát nekem. Because Jesus will manifest himself to me. Az igazságban. As I walk in the truth. Ő megmutat nekem dolgokat. He will show me things. Okay.
Kérlek, lapozzatok vissza egy pár fejezetet János 11-hez. Let's turn back a few chapters to John chapter 11. És nem vagyok valami fényesen. I'm not doing too good. Az átállás, ez most kicsit nehéz, így az idő átállás. I'm a little lehet, jet-lagged. Lehet, hogy elkaptam valamit, nem tudom. And I also might have caught up some sickness, illness. A repülőn nem tudom, történt-e valami, de... I don't know if something happened on the plane. De nem akartam kihagyni. But I didn't want to miss a találkozást veletek, meeting hogy, you, hogy együtt imádhassuk az Urat, és köszönjük a dicsőítést megint. That we would worship the Lord together and thank you for the worship. És azt, hogy együtt imádkozhassunk, hogy együtt közösségben lehessünk az igében. That we would pray together, that we would fellowship in the word together. Úgyhogy nagyon szerettem volna veletek lenni. I really wanted to be here. Úgyhogy ha valamikor félúton nem megy tovább, akkor majd Pastor Shane prédikál tovább. So if I feel like not being able to preach any longer, Pastor Shane will join in halfway through it. Semmi nyomás. No pressure. Semmi nyomás. No pressure. Csak élvezd az üzenetet, Pastor Shane. Just enjoy the message, Pastor Shane. Okay. És köszönjük ezt a bizonyságot, Gyöngyi, nagyon. And thank you for the testimony, Gyöngyi. It was really encouraging. Okay. Imádkozzunk. Let's pray. Mennyei Atyánk. Heavenly Father, eléd hozzuk a káriszt, vagy örömhírt, vagy éppen most mi? Káris, örömhír school. Kérünk téged, Urunk, hogy gondoskodj tanárokról. We ask you that you would provide for teachers. Kérünk téged, hogy adj kegyelmet minden tanárnak és erőt csinálni, végezni a dolgokat. We ask you that you would give grace to all the teachers in what they are doing. És azon túl is, ami a dolguk. And even what they are doing beyond what their job is. And give grace to this. Erőt, give them strength. And provide for the school. Aztán, Urunk, kérünk téged, imádkozunk a Jeruzsálemnek a békéjéért. And Lord, we ask you for the peace of Jerusalem. Ja, mai nap, főleg ezekben a napokban. Especially today and these days. Ja, kérünk téged, hogy ahogy az ige mondja. We ask you as the word says. Békét, Uram. That you would give peace. Aztán imádkozunk azokért, Uram, akiknek a hite valahogyan meg van bénítva az ellenség által. And we pray for those whose faith is hindered by the enemy. Fivérek, nővérek, testvérek, akiket ismerünk. Brothers and sisters whom we know. És kérünk téged, Urunk, hogy szabadíts. And we ask you that you would deliver őket, szabadíts bennünket. Deliver them, that you would deliver us. Szolgálj felénk most a te ígédből. That you would minister towards us right now. A Jézus nevében. In Jesus' name. Amen. Amen. Ez a fejezet, this chapter here, egy kontrasztot mutat be igazán. Presents a contrast. Lázárnak a feltámasztása. The resurrection of Lazarus. Mondanom kellett volna, hogy spoiler alert, de hogy a történet vége az, hogy Lázár feltámad. Spoiler. I should have said spoiler alert, but okay. At the end of the story is the raising of Lazarus. Okay. Elmondtam a történet végét, hogy Lázár feltámad, úgyhogy ennyit. So I spoiled the story. Nincsen drámai feszültség. So no dramatic tension here. Okay, de látunk itt egy kontrasztot. But here we see a contrast. Ahogy Jézus mozog. The way Jesus moves. Ahogy ő beszél. The way he speaks. Ahogy ő gondolkodik. The way he thinks. Ahogy ő számolja az időt. The way he's counting time. És ahogy az emberek. And the way people mozognak, do. Gondolkodnak, move, mérnek, think, measure, számolnak, count, értékelnek. Or evaluate. És a kettő között óriási a különbség. And there is a huge gap between the two. És ahogy nézzük ezt ahogy beszélnek egymással. And as we follow, szerintem ez mindannyiunknak nyilvánvaló lesz. The way they talk to each other, it will be obvious to all of us. Okay, kérlek a harmadik, negyedik, ötödik. Okay, és tedd meg, hogy kinyitod a Bibliádat, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik verseket olvassátok el, kérlek. Would you please open your Bibles and read the verses 3 to 6? János 11, 3-tól 6-ig. So John 11, 3 to 6. Okay. Tehát Lázár beteg volt. So Lazarus is sick. Testvérei elküldtek valakit Jézushoz. His sisters sent someone to Jesus. És ezt az üzenetet küldték. And they sent to the person with this message. Akit szeretsz, az beteg.
The one you love is sick. Nem érezték úgy, hogy elő kell írniuk Jézusnak, hogy mit csináljon. They didn't felt compelled to tell Jesus what to do. Hanem csak elmondták, hogy akit szeretsz, az beteg. They just told him the one you love is sick. És ez egy értékes dolog az életünkben hívőkként. And this is a precious thing in our lives. És nem tudom, hogy ez megvan-e neked. Bízom benne, hogy igen. And I don't know if you have this. I do hope you do. De 1 János 4:10-ben azt olvassuk. 1 John 4:10 we read. Hogy nem az én felé való szeretetem a nagy szám, hanem az ő felém való szeretete a nagy szám. That the big deal is not that I love him, but it is that he loves me. Az, hogy ő szeret engem. That he loves me. Az, ami igazán számít. That's what really counts. Nem arra appellálok. I'm not appealing unto. Hogy én, Uram, látod, én mennyire szeretlek. Unto Lord, Uram, do you see how much I love látod, you? Látod, én mennyit teszek érted. You can see how much I do for Uram, you. Uram, látod, én milyen hűséges vagyok hozzá. Lord, you see how faithful I am to hanem, you. Uram, but Lord, tudod, én vagyok az, akit szeretsz. You know, I'm the one whom you love. Minden értelmes ok ellenére. Without no reasonable. Én vagyok az, akit szeretsz. A reason. I'm the one whom you love. Amikor imádkozom a testvéremért. When I'm praying for my brother. Akkor ugyanígy. The same way. Uram, akit szeretsz. Lord, the one you Uram, love. Uram, nem az a nagy dolog, hogy én szeretem a Ferit. The big deal is not that I love him. Hanem az a nagy dolog, hogy az Úr szereti őt. But the big deal is that the Lord loves him. És felismerni ezt a szívünkben. And to recognize this in our hearts. Ez ad egy nagy békességet. Gives us a egy great nagy peace, a great freedom. Egy nagy örömet a szolgálatban. A great joy az imában, in the ministry, in the prayer. Tudjuk, because we know, hogy nem Isten akarata ellen imádkozunk. That we are not praying against God's will. Hogy ő a legjobbat akarja. Because he wants the best. Hívőnek. To that believer. Sőt, annak a nem hívőnek. Even to that unbeliever. János 3:16. John 3:16. Az Úr szerette ezt a világot. The Lord loved this world. És hogy Mária és Márta, Lázár testvérei, and Mary and Martha, the sisters of Lazarus, tudták, hova menjenek a problémájukkal. They knew where to go with their problems. Hogy az ima az nem volt egy távoli dolog nekik. Prayer wasn't something distant to them. És ez egy folytonos bátorítás mindannyiunknak. And this is an ongoing encouragement for all of us. Jakab 4:2-nek a vége. James 4:2. Arra int minket. Exhorts us. Hogy van, amikor azért nincs nekünk, mert nem kérünk. That sometimes we don't have because we don't ask. Azért nincs nekünk, mert nem kérünk. We don't have because we are not asking. És Mária és Márta ebben nem voltak bűnösek, ez a problémájuk nem volt meg. And Mary and Martha, they did not have this problem. Hanem mentek Jézushoz, vagy küldtek Jézushoz. They did go to Jesus, they sent to Jesus. És azt üzenték neki. And the message van egy problémánk. Was, we have a problem. És sokszor. And oftentimes. Hiszem, hogy kicsi problémák nagy problémákká nőnek az életünkben, mert nem kérünk. That little problems grow to become big problems because we don't ask. Imádkozz. Pray. Legyen ima az életedben. Have prayer in your life. Search the Lord. Ugye, nem az ő akarata ellen imádkozunk, amikor kérjük, hogy segítsen, mert ő szeret bennünket. We are not praying against his will when we are asking for help because he loves us. Tudod, a világ van ellenünk. The world is a saját against bűnös us. Természetünk van My ellenünk. My old sin nature is against me. Sátán van ellenünk. Satan is against us. But the Lord. Az Úr. Az ő szeretete. His love. Aztán a negyedik vers. And then verse 4. Mikor Jézus hallotta ezt. When Jesus heard that. Akkor azt mondta. Then he said. Ez a betegség nem halálra, hanem Isten dicsőségére van. This sickness is not unto death, but unto the glory of God. És ugyanezt mondta, ha emlékeztek János 9:3-ban. And if you remember, this is what he said in John 9:3. A vak emberről. About the blind miért person. Miért vak ez az ember? Why is this person blind? Az anyjának a bűne és betegsége az oka. Is it the sin of the mother? Vagy valamit ő csinált? Or did he do something? És Jézus azt felelte. And Jesus answered. Ennek az a célja, hogy Isten dicsőségére legyen. The purpose of this is to that God would be glorified. És ugyanígy és azt mondja, ez nem halálról szól. And in the same manner he says this is not about that. A történetben van egy pont. And there is a point in the story. Ahol Lázár meghal. Where Lazarus dies. És Mária és Márta azt mondanák. And Mary and Martha could say, hey, nem. Ez nem Isten dicsőségéről szól. No, this doesn't serve God's glory. Ez nem Isten God's munkájáról glory. Szól. This is not about God's work. Ez itt valami hiba van a történetben. There is a mistake in the story. Halál. Here, and that's death. De emlékeztek Lukács 8-ra? Do you remember Luke chapter 8? Ott volt az a kislány. That little girl. És az 52. versben. And in verse 52. Jézus azt mondta. Jesus says. Nem halt meg. She's not dead. Pedig meghalt.
Although she was. De Isten. But God. Másként nézi a dolgokat. Has a different view on things. Ő másként látja ezeket. He sees things differently. És azt mondja nekünk. And he tells us. Tudom, hogy reménytelennek látszik. I know it looks hopeless. Én úgy értem, mi lenne reménytelenebb, mint a halál? I mean, what could be more hopeless than death? És Isten hozzáteszi. But then he adds. Ez nincs itt halál. There's no death here. És azt mondja, miről beszélsz? And you would be like, what are you speaking about? Felé, nem láttad a végét. And God says, nem látod a végét. You don't see the end of it. Nem tudod, hogy én hova viszem ezt az egészet. You have no idea where I'm going with this whole thing. És ez a bátorításunk. And this is ez our encouragement. A mai nap. Amen. This is our hope today. Amen. Amen. Hogy Isten. That God. Hogy Isten. That God. Látja a végét. He sees the end of it. And he tells us. Figyelj. Listen. Ez mind az én dicsőségemre lesz. This is all to my glory. A te életed. Your life. Az én kegyelmemet fogja magasztalni. Is going to glorify my grace. Hey, hallottad? Hey, have you a heard? A te életed. Your life. Isten kegyelmét fogja magasztalni. It's gonna lift Isten up God's glory. Isten dicsőségére lesz a te élet. Oh, nem az enyém, nem. It's gonna be to God's glory. Oh no, nem. Pastor, you don't nem know me. Hányszor right? Buktam. Nem tudod, you have no idea how many times nem I failed. Nem tudod, mennyire gyenge vagyok. You don't know how weak I am. Nem tudod, miket mondtam. Nem tudod, miket gondoltam. You don't know what I said, what I thought. No. Ahogy a svédek mondják. As the Swedish people say. Nem. No. Okay. Hát ez az. This is it. Isten God azt mondja nekünk, van valami nagyobb. Tells us there is something greater. Van egy remény, amit te nem látsz. There is hope you don't see. 5., 6. vers kicsit fura, ahogy olvastátok. Verse 5 and 6 it's a little strange as you have read it. Szerette őket. He loved them. Úgyhogy amikor meghallotta, hogy beteg, akkor nem csinált semmit. So when he heard that he's sick, he didn't do anything. És nem jött el. And did not go there. És nem úgy történt, ahogy várták, vagy ahogy mi várnánk. And it did not happen according to their expectation or according to our expectation. De Isten azt mondja, figyelj, nekem van egy nagyobb tervem. But God says, listen, erről I have a greater a plan. This is fate, what fate is about. Nekem van egy nagyobb célom ezzel. I have a greater purpose with this. Jézus nagyon sok embert meggyógyított. Jesus healed a lot of people. És hogyha elmegy és meggyógyítja, akkor ez is idézőbe téve csak egy gyógyítás lett volna. But if he goes and heals him, this would have been just in just like another healing. De Isten azt mondta, én valami többet fogok csinálni. But God said, I'm gonna do something more. És feltámasztom őt a halálból. I'm gonna resurrect him from death. Ézsaiás 54:7. Isaiah 54:7. Azt olvassuk, hogy egy rövid pillanatra elfordultam tőletek. We read, mondja Isten Izraelnek. God says to Israel that for a small moment I have forsaken you. De a 8. vers. But then in verse 8. Hogy aztán újra összegyűjtselek benneteket. That I would gather you afterwards. Isten többet tett érte, mint bárki másért. God did more for him than to anyone else. És Lázár életén keresztül többet tett, mint bárki másén keresztül. And through the life of Lazarus he did much more than through anyone else's life. Hogy hatalma van a halál fölött. He showed that he has power over megmutatta, death. Hogy nem úgy van, ahogy mi gondoljuk. He showed that it's not happening the way we think. Mi azt gondoljuk, hogy a halál a nagyobb, nem az élet. We think that death is greater, not life. Hogy az élet az tart egy darabig, de aztán a halál győz végül. That life endures for a season, but then death would win after all. De aztán Jézus azt mondja nekünk, hogy nem. But Jesus tells az élet us, a nagyobb. Life is greater. Az élet a nagyobb a kettő közül. Life is greater from és, these two. És 2 Korintus 4:17. 2 Corinthians 4:17. Figyelj, van egy pillanatnyi szenvedésünk. Van egy, és lehet, hogy az a pillanat az sokáig tart. We have a suffering for a moment, and that moment might endure a long. Lehet, hogy ebben az életben az tart egy évig, 10 évig, nem tudom. Maybe it lasts for a year or 10 years, I don't de know. De utána azt olvassuk, but then we hogy read ennek dicsőség lesz a vége. That the end ugyanaz of it az will ígéret. Be exceeding glory. Ugyanaz az ígéret. The same promise. Amit Jézus tett itt. As hogy ez Isten dicsőségére van. Said here that this is going to be for the glory of God and even in your life. Keresztül mész dolgokon. You go through things. Isten azt mondja. But God says. Az örökké valóságból visszanézel majd. Looking back from eternity. Egy pillanatnak fog tűnni. It will seem like a és moment. És dicsőség lesz az eredménye. And the result of it will be glory. 7., 8. vers. Verses 7 and 8. Egy idő után azt mondja Jézus.
After a while, Jesus jó, akkor menjünk el Judeába. He says, let us go into Judea again. És a tanítványai azt mondják, miért? Hát meg akarnak ölni téged. And the disciples say, Master, why would we go there? They want to kill you there. És itt látjuk a különbséget. And here we see the difference. Ahogy Isten méri az időt, ahogy Isten számolja az alkalmas időt, meg ahogy ember számolja az alkalmas időt. As God is measuring the time, as God is measuring the appropriate time, and as man is doing that. Olyan sokan vannak, so many, akikkel beszélünk az evangéliumról. People we speak about the gospel. És azt mondjuk, higgy Jézusban. And we tell them, believe in Jesus. És azt felli, ma nem. And they say, not today, hitem, not today. Today I have alkalmas, no faith. Ma nem érek rá. Today is no good. Ma még valami I más have no dolgok time. Van. I have something else to do. De az, hogy beszélünk vele az evangéliumról, azt mutatja, hogy Isten így szól hozzá, ma van itt az alkalmas idő. But the fact that we are speaking to him about the gospel, this is how God reveals that today is the right day. Ma van itt az alkalom. This is, ma kellene elfogadnod őt. This is ne várj. The day you should accept him. Lehet, don't wait. Rosszul számolod az időt. Maybe your measurement lehet, hogy ma van is wrong. Alkalom. Maybe this én is your last tudom. Possibility to do this. De I don't Isten know. Másként számolja az időt. But God measures time in a different way. Hányan mondják? How many people say? Majd követem Istent, amikor ráérek. I will follow God when I will have time majd, to do majd it. Majd keresem az Urat. I will seek the Lord. Amikor végre meg lesz, amit akarok magamnak, és akkor majd keresem őt. When I finally have what I need to have, and then I will seek him. És Isten azt mondja. And God says. Hey, a mai nap. Hey, today. Gyere velem, a mai nap. Today, tegyél follow egy me. Hitbeli lépést. Make a mai nap. Step nyisd ki a Bibliád. A mai today, nap. Open gyere your el a Bible. A mai today, nap. Come to church. Imádkozz. A mai today, nap. Pray. Szolgálj valaki felé. Today, oh, de ma nem alkalmas. Somebody. Yes, but it's not appropriate. Isten azt felé. Hey. And God says. Figyelj, ez az én. Jobban tudom. I know it better. Tudom, miről beszélek. I know what I'm speaking about. Tudom, miről beszélek. I know what I'm speaking about. Mi másként mérjük a dolgot. We have a different measurement. Mi könnyen feladjuk a reményt. We give up hope so easy. Ezékiel 37-ben. Ezekiel 37. A 11. vers. Verse 11. Azt mondják. They say. Elszáradtak csontjaink, elveszett a reménységünk, végünk lett. Our bones are dried. Our hope is gone. It's over. Végünk van. It's itt over. Már nincs mit csinálni. There's nothing you could do itt here. Itt az ideje, hogy feladjuk. This is time itt to give ideje, up. Itt az ideje, hogy abba hagyjuk. This is az Úrra time járást. To stop itt walking az ideje, with the Lord. Hogy többé ne bízzunk Istenben. This is a time not to trust in the Lord anymore. És Isten azt felli, nem. And God says, no, hold on. Hey, várjatok egy kicsit. Hold on. A 13. vers ugyanott. Verse 13. In the same chapter. Íme megnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból én népem, és beviszlek titeket Izrael földjére, és majd megtudjátok, bocsánat, 12. volt, és majd megtudjátok, Ezékiel 37, 12, 13, és majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor megnyitom sírjaitokat, és kihozlak benneteket sírjaitokból én népem. So Ezekiel 37, verses 12 and 13. Thus says the Lord God, behold, O my people, I will open your graves and cause you to come out of your graves and bring you into the land of Israel, and you shall know that I am the Lord when I have opened your graves, O my people, and brought you up out of your graves. Minek van itt az ideje? What? Hallgassunk Istenre ebben. This is the time that we would listen to okay, God igen, in this. Másként számolja az időt, mint yes, mi. He does count time, measure time differently. De erről szól a hit. But this is what faith is about. Hogy ő benne bízom valamiért, ami lehetetlen. That I trust him for something that's impossible, something I'm supposed to give up, where there is no hope anymore. Rá kell hallgatnom. I need to listen annak to van him. Értéke. That's what's valuable. János 11-ben. Back to John 11. A 9. versben. Verse 9. Jézus felel nekik. Jesus answers. És azt mondja gyakorlatilag. And basically he says, figyeljetek, nem az a lényeg. Listen, but it really matters. Ahogy nem az a lényeg, hogy mennyi fenyegetés van ellenünk. It doesn't matter how many opposition is against us. Nem az számít, hogy vannak, akik meg akarnak ölni minket. It doesn't matter that there are people who would like nem to kill számít, us. It doesn't matter. Hogy most voltunk ott és menekülnünk kellett egy értelemben. That we have been there and in a sense we had to tudod, escape. Tudod, mi számít? You know what measure hogy matters? Hogy a világosságban járjunk. That we would walk in the light. 1 János 1:7. 1 John 1:7. Ez nekünk szól. It's neked for és us, nekem. To you and azt to me. Azt olvassuk, aki világosságban járjunk. And it's about that we would walk in the light. Mit jelent ez? What does it mean? Azt jelenti, hogy Isten kijelentett nekem dolgokat.
It means Isten that God revealed dolgokat, things to me. God gave me things. Adott nekem egy bizonyos világosságot. Gave me a certain light. Nem tökéletes. It's not perfect. Nem látok mindent. I don't see nem everything. Értek mindent. I don't understand everything. Nem tudom megmondani. I cannot mi fog történni pontosan. Say what will happen exactly. De vannak, amiket odaadott nekem Isten. But there are things God gave to me. Beszélt nekem a szeretetről. Beszélt nekem az ő szelleméről. Spoke about his spirit. Beszélt nekem az ő az a bizonyosságról. Spoke about certainty. Hogy ő nem foszt meg engem sosem. That he attól, amit nekem ígért. Take back whatever he promised unto me. Nem fogja visszavenni. He's not going to nem take it back. Nem fogja visszavonni a szavát. He's not going to take back his word. És azt mondhatom minden nap. Every single abban day, a világosságban, amit nekem adtál, Uram. In the light you abban gave me, Lord, fogok. I'm going to walk in it. És ez az, ami igazán számít. And this is what really matters. A többi nem annyira érdekes. Everything else, it's not that important. Ebben az időben Peruban. During this time in Peru. Volt egy konferenciánk pár nap. We had a conference for a few days. És Pastor Sibeli ott volt velünk. Pastor Sibeli was there with us. És legtöbben ismeritek őt. Most of you know him. És az ő élete ilyen. And this is how his life is rengeteg like. Rengeteg veszélyes helyzetbe ment bele. He encountered many dangerous situations. De nem az volt a kérdés. But the question was never. Hogy ő most ilyen bátor, vagy ilyen rámenős, vagy ilyen erőszakos. About how courageous or how he is. Hanem az volt a lényeg, hogy járt abban, amire Isten elhívta őt. But what really matters, what mattered was that he walked in what God called him. Ezért nem lehet. Ezért nem másolhatom le egy másik testvér életét. And this is why I cannot copy my brother's life. Mert ő jár az Úrral. Because he walks with the Lord. A világosságban, amit ő kapott. In the light he received. És az én utam. And my walk. Az abban a világosságban van, amit nekem adott Isten. Will be in the light that God gave to me. És ezt kell megragadnom. And this is what I need to hold on to. Nem a minket körülvevő ellenségesség a veszélyes. It's not the danger surrounding us what's really dangerous. Hanem az, hogy esetleg kitévedek a világosságból. But actually that I would wandering out of the light. És nem járok. And I'm not walking. Abban a szeretetben, amit tanultam 1 Korintus 13-ban. In the love I learned from 1 Corinthians 13. Nem járok abban, amit Máté 7 tanított nekem az ítélkezés ellen. I'm not walking in what Matthew 7 teaches me about judging. Nem járok abban, amit Jakab 3 tanított nekem a nyelvemmel kapcsolatban. I'm not walking in what James 3 teaches me about my tongue. Nem járok abban, amit Róma 8 tanított nekem a szellemben járásról. I'm not walking ez in what Romans 8 teaches me about walking in the spirit. Veszély. This is the real danger. A többivel kapcsolatban bízhatok Istenben. Everything else I can trust God. Mert ő az én Uram. Because he's ő az my én Lord. Atyám. He is ő my Father. Vezetőm. He is my leader. Az ő szelleme szolgál. And és használ minket, spirit téged, is ministering and using us, és engem, you and me. És ahogy Pastor Shane is mondta, and as just Pastor Shane just said, ebben az időszakban, a karácsonyi időszakban, in this Christmas season, annyi lehetőségünk van, we have so many opportunities, megosztani az ő szeretetét, to share his love. Ezt az ünnepet még nem sikerült elvenni keresztényektől. They did not succeed taking away this fest from és the tudod, Christians. Ez valami, amit használhatunk. And this is something we can use, and God is going to use us. Okay, 11-12 verses versek. 11 and 12. Itt látjuk a különbséget az ember terve és az Isten terve között. Here we see the difference between God's plan and human plan. Ez az a különbség, amiről az elején említést tettem. And this is the contrast I mentioned at the Jézus beginning. Beszél egy módon. Jesus is speaking in a certain manner. És a tanítványai beszélnek egy másik módon. And the disciples, they speak in a different manner. Jézus mozog egy bizonyos módon. Jesus is moving in a certain és manner. És a tanítványai megpróbálják megállítani. And the disciples, they try to stop him. Ó, és figyelj, ezek hívők voltak. And by the way, they were ezek believers. Ezek nem ellenségek voltak. It wasn't the enemy. Ezek olyanok voltak, mint te meg én. They were just like you and me. Követték az Urat. They followed hittek the Lord. Benne, they believed benne. In him and they trusted him. Odahagyták a régi életüket. And they gave up their old life. Hogy vele járhassanak. That they would ezek walk az with emberek him. Áldozatot hoztak. These ahogy people, te they is, made a sacrifice just as you did, that you would follow the Lord. De attól még igaz. But it's still true. Hogy az ő gondolatai magasabbak az enyémeknél. That his thoughts are higher than my thoughts. És az ő útjai az enyémeknél. And his ways are higher than my ways. És számíthatok arra. And I can count on. Hogy Isten meg fog lepni engem. God surprising hogy Isten me. Ki fogja siklatni az én nagyon logikus gondolatmenetemet. That God would
derail my very logical way of thinking. Ez nem azt jelenti, hogy a logikára nincs szükség. It doesn't mean that a tervezésre nincs szükség. I don't need logic or planning. De az elhívásunk az ez. But our calling is this. Járjunk a világosságban. That we would walk in the light. Ahogy Jézus mondta itt. Just as Jesus said it here. Járjunk a világosságban. That we would walk in the light. Úgyhogy 13., 14., 15. versek. Verses 13, 14 and 15. Jézus megmondja nekik, hogy Lázár meghalt. Jesus tells them that Lazarus is dead. És a 16. versben Tamás. And then in verse 16, Thomas. Menjünk vele, és mi halljunk meg vele mi is. He's saying, let us go with him and die with him. És egy kicsit olyan mulatságosan hangzik, ahogy mondja. And it sounds a little funny as he says it. De megvolt benne ez az elem. But this element was in him. Hogy én megyek Jézussal. That I'm going akkor with Jesus. Ha tudom, hogy halálos veszélybe vezet ez a dolog engem. Even though I know that I'm gonna be literally in danger. És aztán Jézus odaér. And Jesus gets there. 20., 21., 22. vers. Verses 20, 21, 22. Zsolt, megkérhetlek, hogy csak majd szép lassan lapoz végig rajtuk 20, 21, 22. Ha emlékeztek. As you remember, ha emlékeztek, akkor Lukács 10-ben, in Luke 10, fordítva volt. It was the other way around. Itt Márta jön Jézus elé. In this place, Martha is going towards Jesus. Ott, in that Lukács chapter, 10-ben, in Luke 10, 38. versben, verse 38, Márta volt az, aki nem jött Jézushoz, mert túl elfoglalt volt. It was Martha who did not go to Jesus because she was too busy. És Mária jött hozzá. And Mary was going. És miről szól ez nekünk? And what does this tell us? Arról, hogy figyelj, mindannyian mások vagyunk. About the difference that we are és all különböző different. Helyzetekben. And in different situations. Teljesítünk jól. We perform better. Lehet, hogy van olyan helyzet, amire Feri kell. Lehet, hogy van olyan helyzet, amire ő nem jó és én vagyok a jó. Lehet, hogy van olyan, amire egyikünk se jó, hanem Rózsára van szükség, vagy Marikára, vagy Juditra, vagy. And there are situations where Ferry is needed, or the other situations where I'm better, or situations where none of us is good, but we need Rózsa, Marika, or someone és else. És ezt látjuk itt. And this is what we see hogy, here. Hogy most Márta volt az, aki jött Jézushoz. That was Martha who was going up to Jesus. És Jézus mond neki valami nagyon gyönyörűt. And Jesus tells her something really beautiful. A 23. versben. Verse 23. Nagyon egyszerű. Very simple. Feltámad a testvéred. Your brother shall feltámad rise again. Testvéred. Your brother will rise again. Van egy ígérete. She has a promise. Figyelj, nem csak Mártának volt meg ez az ígérete. And this promise wasn't only available to Martha. Ez neked meg nekem is megvan. We have that promise as well. 1 Korintus 15:19, 20-21, 22. 1 Corinthians 15:19-22. 19-22. Azt mondja. It says. Hogyha csak ebben az életben reménykednénk Krisztusban, minden ember közül, mi lennénk a legnyomorultabbak? If we only have hope in Christ in this life, we would be the most miserable out of all men. De Krisztus feltámadt a halálból. But Christ is risen from death. És ő az első zsengéje azoknak, akik elaludtak. Ő az első sok közül. And he's the first fruit of them that slept. És ez ígéretünk. And this is our promise. Hogy Ádámon keresztül bejött a halál az emberiségbe. That as in Adam all die. Ahogy Ádámon keresztül bejött a halál az emberiségbe. As death entered humanity through Adam. Ugyanúgy Krisztuson keresztül bejön az élet, a feltámadás. In the same way through Christ resurrection and life ez az will enter humanity. This is our promise. Ez a reményünk. This is our hope. Ez a bizalmunk. This is our trust. És ez az, amit itt látunk János 11-ben. And this is what we see here in John 11. 24. vers. Verse 24. Márta annyira készen van hinni. Martha is so ready to believe. De mégis a hite olyan gyenge. But still her faith is so weak. Valami olyasmiben bízik, ami nagyon távoli. She trusts something which is really distant. Talán inkább így mondhatnánk. We could put it this way. Mártának van hite. Martha does have faith. De a megértése és az elképzelései azok távoliak. But her understanding and her imagination they are distant. És gyengék. And weak. Azt mondja, tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon. And she says, I know that he shall rise again at the resurrection at the last day. És velünk is így lehet. Van hitem.
Bízom az Úrban. Could be the same with us. I have faith, I trust the Lord. But my conceptions. Az elképzeléseim. My imaginations. Jézusról és arról, hogy mit tesz meg. About Jesus. Hogy mire számíthatok. About what he does, about what gyengék. I can count on, they're weak. És távoliak. And they're distant. És bízom benne, és hiszek benne. And I believe in him and I trust him. De valami van a szívemben. But there's something in my heart. Ami ezt a hitet leosztja. Which breaks, százezerrel. Breaks down or divides this faith by 10,000. És hiszek benne, igen. And I trust, a szívemben. Believe in him, van egy in my heart. There is trust igen, there. Meg tud gyógyítani. He can heal me. De aztán but then, meg fog gyógyítani engem. Will he really van heal egy imám erre? Do I have van a prayer egy hitem erre? Do I have faith for this? És a kettő között and between the two, valahol van egy nagy osztó. There is a huge divider. Van egy tízezres osztó. Like a 10,000 divider. And I'm like, well, és nem imádkozom hittel. And I don't és nem imádkozom azzal a bizalommal. Nem kérem az Urat úgy, hogy Uram, add nekem ezt. Uram, szabadíts, kérlek. Give this to me, Lord. És annyira szükségünk van. And we need this so badly. Arra, hogy kidobjuk ezt az osztót a szívünkből. That we would throw out this divider out of és our annyira hearts. Örülök, hogy Mártának volt ez a gyengesége. Tudod miért? And I'm so glad that Martha had this weakness. You know why? Mert a következő verset hallanom kellett. Because I needed to hear the next ezt verse. Ezt hallanom kell minden nap. I have to hear this verse every single day. Ahogy Jézus felel neki. The way Jesus answers amikor her. Amikor Márta azt mondja, hát majd egyszer föltámad, tudom. When Martha says, yes, I know one day he will be risen. És akkor Jézus azt feleli. And Jesus answers. Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is, él. És mindenki, aki él és hisz én bennem, soha meg nem hal. I am the resurrection and the life. He that believes in me, though he were dead, he shall live. And whosoever lives and believes in me shall never die. Yeehaw! Csak halkan, nem akarok zavarni senkit. Just silently so that I don't disturb anyone. Tudod, hallelujah! 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 Tudod, mennyire jó ez? How good this is! És annyira hálás vagyok, hogy Mártának volt ez a gyengesége. And I'm so thankful for Martha's weakness here. Lehet, hogy akkor nem hallottuk volna ezeket a szavakat soha. Because without that, we might not have heard these awesome words ever. És szükségem van rá. And I need it. Hallanom kell ezeket a szavakat. I have to hear these words. Újra meg újra. On and on again. Többen tudjátok. Many of you know. Testvérünk a Tóth István, aki segített itt a büfében egy darabig. Our brother. Hazament az Úrhoz. Tóth István, who helped out with the buffet, he went home to be és with the Lord. És annyira hallanom kell. And I need to hear this so much. Ez, hogy Jézus a feltámadás és az élet. That Jesus is the resurrection and the life. És hogy lehet egy bizalmam ő benne. And I can trust him. Ami nem távoli. Which is not distant. Hanem közeli. But it's close. És ahogy itt mondja. And as he says it here. Eston Ainona, hogy soha örökké. Soha meg nem hal. A korokon át örökké meg nem hal. That he will never ever die throughout the ages. És ez az ígéret. És aztán fölteszi a kérdés. Hiszed ezt? This is the promise. And then he asked her, believes thou this? Hiszed ezt? Do you believe this? Okay, forduld a melletted ülő. Ask your neighbor. Hiszed ezt? Do you believe this? Hiszed ezt? Do you believe this? Okay, ez egy kihívó dolog. And it's something challenging. Sokan ezért ültök egyedül, igen. Many of this is why many of you are sitting alone here. Nem akarod, hogy arra kell fordulni. Valamit kérdezzen a szomszédod, oké. You don't want to have a neighbor to turn to. I'm kidding. Hiszed ezt? Do you believe this? Ez az örömünk. Ez if this is our joy, our hope. Ha ez nem lenne valós. If this would not be real. Akkor ahogy Pál mondja 1 Korintus 15-ben, minden ember közül mi lennénk a legreménytelenebb nyomorultak. Then as Paul says in 1 Corinthians 15, we will be the most miserable out of all people. De nem így van. But this it's Jézus not how it is. Jesus did resurrect. Hallelujah. És tudod, és ez a bizalmunk. And this is our trust. És figyelj, itt nézhetünk vissza arra a vers, amivel kezdtük János 14:21. And we could go back to the verse we started with in John 14:21. Hogy Márta azt feleli. That Martha says. Hiszek, Uram. I believe, Lord. Hiszem. I believe. Hogy te vagy a Krisztus. That you are Christ. Az Isten fia. The Son of God. Hiszem, hogy te vagy Isten. I believe that you are God. És ez az, ami történt. And this is what happened. Márta jött Jézushoz. Martha came to Jesus. Kereste őt. Seeking for és him. És mi történt? And what happened? Jézus kijelentette magát neki. Jesus revealed himself ahogy to János her. 14:21 mondta. Just as John 14:21 said. Az én parancsolatomat és megtartja azt.
Those who know my commandments and they keep them. Akik engedelmeskednek neki, azoknak kijelentem magam. Obedient to my commandments. Egy csomó ember van, aki azt mondja, hol van Isten, mutassa meg magát. There are so many people saying, where is God? He should show himself. Közben keresztbe van az ujja hátul. And they have their fingers crossed behind their back. They're like, where is God? He should reveal himself. And they're hoping that he won't. És tudod, valóra válik a vágyuk. And you know their desire becomes true. Mert hogyha nem keresem őt igazán szívemben, if I'm not seeking him really in my heart, if I'm nem not mondom, hogy Uram, mutass meg magad nekem, if I'm not like, Lord, reveal yourself to me, I need you. Istenre. I need you. Akkor minek mutatná meg magát then nekem? Why would he do that? És Márta and Martha kapott egy csodálatos kijelentést Jézusról. She received a great manifestation from Jesus. Én vagyok a feltámadás és az élet. I am the resurrection and the valaki life. Valaki hisz bennem. Whoever believes in me. Tudod, az mekkora ígéret ez? What a promise this mekkora is. Ígéret ez, mekkora kijelentés. What a revelation this is. És figyelj, ez a tiéd és az enyém nem csak abban az értelemben, hogy ez a vers a tiéd és az enyém. And this is yours and mine, not only in the sense that this verse is mine and yours. Hanem abban az értelemben, hogyha keresed őt. But also in the sense that if you are seeking him, akkor ő kijelenti magát neked. He will reveal himself ő to you. Ő megmutat neked csodálatos dolgokat. He will az show ő szívéből. You amazing things out of his heart. És figyelj, mi történt ezután? And what happened after this? Martha hitte. Believed. Megragadta ezt az igazságot. She hold on to this truth. És egyből a következő versekben olvasjuk, hogy és elment Máriához, az ő testvéréhez. And in the following verses we read that she ran to Mary. 27-28. Versek. To her elment sister. Érte, verses 28 and és 29. És azt mondta neki, a tanító itt van és hív téged. And told him the master is here and he calls és hívte, for you. Nem látjuk a történetben, hogy hívta volna. We don't see in the story that he would have called her. De mi történt? But what's happening? Amikor a szívemben megragadom azt a kijelentést, amit Isten ad nekem. When I get a hold of the revelation God gives me in my heart, akkor lesz egy üzenetem valaki más számára. I will have a message for akkor someone lesz else. Mondandóm. I will have something to say. Lesz mondandóm, nem tudom, a vasárnapi iskolában. I will have lesz something to say in the Sunday school, in lesz my workplace, a családomban. In my family. Lesz mondandóm a gyerekeknek, az a gyerekeimnek, amikor este valamit mesélek nekik. I will have something to say lesz to my kids in the evening to tell them. I will have something from the Lord. Ha megragadom. If I get a hold of it. Azt a kijelentést, amit Isten nekem adott. Of this revelation that God gave me. Akkor lesz mondandóm, lesz egy üzenetem. Then I will have a message. I will have something felé. To say towards others. És a szavak. And the words. Ahogy Mária hallotta. The way Mary heard them. Abban valahogy élet volt. Was life in these words. Mert a 29. versben azonnal felkelt és ment. Because in verse 29 she arose quickly and hamar went. Hamar felkelt, fölpattant és ment. She jumped up and went. Pedig gyászolt. Nem az a szokás, hogy a gyászoló megy, hanem ő hozzá jönnek. Although she was mourning and the tradition wasn't that the mourner would go somewhere, but people would come to her. És vigasztalják őt. And would comfort her. De ehelyett. But instead. Valahogy élet volt azokban a szavakban, és ment Jézushoz. These words contained life, and she was going to Jesus. És mennyire csodálatos ez. And how amazing this is. Okay, 34-35. Vers. Verses 34-35. A 33. is igazán. And 33 actually. Azt látjuk, itt néhány érdekes kifejezést látunk. We see a few interesting expressions here. Jézus, azt olvassuk, a lelke mélyéig megrendült. We read that Jesus 33. versben groaned in the spirit. Így van, aztán utána hogy sírt. And then he wept. És ez a gondolat. And this thought. Hogy van ez a bolondság. That there is this foolishness. Hogy valahogy Isten egy ilyen érzéketlen, nem tudom, ilyen kérges lelkű valaki. That God would be this insensitive someone. Calloused someone. Tudod, ilyen kérges lelkű valaki, akit nem érint meg semmi. Someone who cannot be touched by anything. Mennyig, tudod, oh, if we are sírunk, az őt nem érinti sighing, meg. It doesn't goes up to heaven if we cry. Ha bajaink vannak, azt ő nem látja. If we have problems, avval ő nem he doesn't törődik. Care about it. Isaiah 63:9-ben. Isaiah 63:9. Azt olvassuk, hogy az ő nyomorgattatásukkal nyomorgattatott, mármint hogy Isten átélte Izrael nyomorúságát. We see that God actually felt compassion with Israel's
suffering. Hogy átment a szenvedéseiken. He went through their suffering. Hogy átélte, hogy ez hatott rá. That he was touched by it. Istennek vannak érzelmei, ez nem is kérdés. God does have sentiments. He's rich. A szeretete az nem valami emberi fabrikáció. His love is not something made by human beings. Hanem valós. But it's real. Úgy értem, valóban rávette, hogy meghaljon érted és értem. Ennél valósabb, hogy lehetne? I mean, his love made him to die for you and me. How can be more real than that? És ugyanígy itt is. And the same way ez a dolog here, megérintette őt. Jesus was touched ez by a dolog, this. Ez a dolog megrázta őt. He was, és a mi Istenünk. He was touched, and our God. A mi Istenünk egy érző Isten. Is a feeling God. A mi Istenünk egy színes Isten. Our God is a colorful God. Nézd meg Jelenések 4-et. Just look at Revelation chapter 4. Ott látjuk a mennyet. We see heaven there. És színeket és and szépséget colors and és beauty, művészetet. And art. És nehéz leírni, de gyönyörű. And it's difficult to describe, but mert it's Isten beautiful. Gyönyörködik. Because God is képes erre. Azért van nekünk is képességünk erre. Is able to rejoice in this in beauty, and this is why we have this ability as well. Jézus nagyon megrázza ez az egész. And Jesus, he was shaken by this whole miért? Thing. Why? Én azt gondolom, hogy azért, mert látta, hogy mennyire nem tudunk túllátni a síron. I guess because he saw that we are unable to see beyond the grave. Hogy nem tudunk túllátni a halálon. We are unable to see beyond death. Hogy annyi minden van, amin nem tudunk túlnézni. There's so many things we are unable to go through. Van egy sértés az életemben. I have something in my life. Gyerünk, kapok egy fülest a Feritől. Like he slaps me. És aztán nem tudok túlnézni rajta. And I can't go beyond it. És Isten azt mondja. And God tells me. Hey. Tudod, van valami nagyobb. There's az élet nagyobb, mint a halál, a feltámadás nagyobb, mint a sír, a megbocsájtás nagyobb, mint a sértés, a szeretet nagyobb, mint a gyűlölet. Love is greater than hatred. Ez az én üzenetem neked. And this is my message azt to you. Isten. This is what God says. És Jézus sírt. And Jesus wept. Mert a zsidók annyi bátorítást kaptak ebben az ügyben. Because the Jews, they got so much encouragement in this ott volt az egész Ószövetség. Like the whole Old Testament was there. És rengetegszer beszél arról, hogy a halál nem a vég. And oftentimes mentions that death is not the end of the story. És mégis annyira nehéz volt nekik. And still, it was so difficult to them. És Jézus ezt megrázta. And Jesus was touched by this. Mert látta a rövid látásunkat. Because he saw how short-sighted we are. És igazán ez az ellentét, amit látunk ebben a fejezetben. And this is the contrast what we can see in this whole chapter. Hogy Jézus beszél és az Atyában való bizalommal beszél. That Jesus speaks, but he speaks with his trust in the Father. És a tanítványai. And the disciples. Egyszerűen nem értik, miről beszél, és le akarják állítani. They have no idea what he's speaking about, and they want to stop him. És más helyeken is ugyanígy. And in different places, the same way. És kommunikál felénk valamit. Bátorít minket valamiben. He's encouraging us in something. He says, listen. Én véghez viszem az én akaratomat. I will do my will. Még akkor is, ha te csak kerékkötő vagy. Even though you ha are just hindering me in this or like slowing még me down akkor is, in this. Ha beleszólsz, ahol nem kéne. Even though you még akkor is, speak when you are not supposed. Even though you are failing. Nyugodj meg. Relax. Én véghez viszem az én akaratomat. I'm going nekem to van accomplish egy my will. I have an amazing work. 39. vers. Verse 39. Ott vannak a sírnál. They're at the tomb. Vegyétek le a követ a barlangról. And he says, move the stone away from the grave. Márta azt mondja, már negyednapos hulla, már büdös. And Martha says he stinks like he's been there for 4 days. This is a hopeless situation. Ez egy reménytelen ügy. Hopeless situation. Ez egy reménytelen ügy. Jézus, ne csináljuk ezt. Ez egy reménytelen ügy. Jesus, let's not go there. This is hopeless. És tényleg azt gondoltam, úgy értem. Gondolj bele ebbe. Just think about this. Filippi 2-ben. In Philippians chapter 2. Jézus eljött a mennyből. Jesus came from heaven to the earth. Gondolod, hogy egy kis büdös zavarni fogja? Do you think a little stink would egy kis bother büdös him? Zavarni fogja őt? That he would be bothered by the little úgy értem smell. Ezt a világunkat. I mean this word. A bűnünk egy szemétdombá tette. Egy bűzlő szemétdombá tette. Made it like a pile of dung. És Jézus mégis eljött. And Jesus came even though. Őt nem zavarja ez. He won't be disturbed by this. Ami annyira nagyszerű hír. And this is such a great news. Hogy amikor elbukom,
Because when I fail, és amikor bűzlök a bukástól, and when I have that stink of failure, akkor Jézus nem marad távol tőlem. Then Jesus would not amikor én be feladnám, amikor me, én reménytelen lennék. When I would be hopeless and ready to give up. És Sátán szereti ezt kommunikálni felénk. And Satan he loves to communicate hey, this to us. Hey, there's no. Nincs tovább, nincs felállás. Ez you a vége. Cannot stand up. That's add fel, it. Give it hagyd up. Abba az egészet. Forget about it. Csukd be a Bibliádat. Close your Bible. Hagyd az egészet. And forget it. És Jézus, but Jesus, azt feleli, he says, hengerítsétek el a követ, would you remove the stone? És Lázár gyere ki, and Lazarus come out, és hatalma van arra, hogy változtasson, and he has the power to change, és hatalma van, hogy változtasson, and he has the power to change, és ez az, ami történt, and this is what happened actually, hogy Lázár gyere ki, Lazarus come up, és hatalma volt, hogy változtasson. And he had ugyanígy the power a te életedben és enyémben is. Same way in your life, a bukásomból, out of my a gyengeségemből, out of my weakness, a függőségemből, out of my, Jézusnak hatalma van, hogy azt mondja. Jesus has the power to say, gyere ki, move out, és a dolog megváltozik. And things will change. A dolog megváltozik. This will change. A 40. vers. Verse 40. Nem megmondtam neked, hogyha hiszel, meglátod Isten dicsőségét. Said I not unto you that if you would believe, you would see the glory of God? Szükségünk van az emlékeztetésre. We need to be reminded. 23. Zsoltár 6. Psalm 23, verse 6. Istennek az irgalma és a hűsége követ minket életünk minden napján. God's mercy and grace follows us every day of our lives. De szükségem van rá, hogy ezt halljam újra és újra. But I'm in need to hear this on and on again. Szükségem van a Ferire. I need Feri. Aki a hit szavait szólja hozzám. Speaking the words of faith towards aki, me. Aki az igéről beszél nekem. Speaking about the word to me. Mert Róma 10:17. Because in Romans 10:17. Ebből lesz hitem. This is how I will have faith. Okay, és fejezzük be itt 41. verstől a 43-ig. Let's close with verses 41 to 43. Elvették a követ. They removed the stone. És ez annyira jellemző. And this is so typical. Mit tehet az ember egy ilyen helyzetben? What can man do in a situation like this? Nem sokat. Not too much. Csak előkészíthetjük az Úrnak az útját. We can only prepare the way of the Lord. Tervezzük, hogy lesz egy karácsonyi koncertünk. We are planning to have a concert, a Christmas concert. Hallhatnék egy áment az énekesektől, meg az zenészektől. Can I hear an amen? Csak bátran, gyerünk hitben. Come on, by faith. Tervezünk, hogy lesz egy koncertünk. We are planning to have a concert. De az, hogy tervezünk, készülünk. But the fact that we are planning. Az olyan, mint ennek a kőnek az elgördítése. It's just like removing the stone here. Hogy szeretnénk, ha az Úr belelépne a képbe. We would love the Lord to step amen into the picture and minden do something. Tervezésünk, amen. Minden programunk, minden szervezésünk. Every planning, every organizing, all az the programs, szól. This is what it's all about. El akarjuk gördíteni a követ, hogy az Úr beléphessen a képbe. We would amen like to remove the stone so that the Lord could step in. Amen. A családi nap ilyen volt. This is how the family day was ahogy like. Ahogy előkészítettünk mindent. We have prepared everything. Majdnem mindent. Almost. És aztán Isten belépett a képbe és áldását tette. But then God stepped in egy and made it tisztelet az ilyen. Blessing, and this is how a service is készülnek like. Készülnek a segítők, a hangosítók, a the ushers and the sound ministry, zenészek, az énekesek, a tolmácsok, a büfések. Remélhetőleg a prédikátor is egy kicsit. Hopefully even the preacher a little és bit. És aztán miért csináljuk ezt? And then why do we do this? Uram, lép be a képbe. Lord, would you step into the picture and would you say the word? Mondd azt, Lázár, gyere ki. Would you say, Lazarus, come out? Tell to my heart. Ébresztő. Wake up. Ébresztő. Wake up. Én itt vagyok. I'm here. Én veled akarok járni minden nap. I would like to én walk with you every day. Rajtad keresztül. I would like to minister nekem through célom you van ezzel az évvel. I have ezekkel purpose a napokkal az életemben. A nehézséggel, a kihívással, a próbákkal. With the difficulties, with the challenges, with the mindennel. With everything. Jézus, mondd a szót. Jesus, would you say the word? És aztán Jézus felemeli a szemét és azt mondja, köszönöm neked, Atyám. Then Jesus lifts up his eyes. Hogy meghallgattál engem. Thank you, Father, that you had heard me. Istennek adja a dicsőséget azért, ami történni fog. He gives God the glory for what will happen. És aztán ezek a szavak a 42. vers. And these words in verse 42. Tudtam, hogy mindenkor meghallgatsz engem, csak a körülálló sokaság miatt mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. And I knew that you hears me always, but because of the people which stand by, I said it, that they may believe that you had sent me. Jézusnak van egy bizonyossága.
And Jesus has a certainty. Van egy bizonyossága. He's tudom, sure. Hogy az én atyám hall engem. I'm sure tudom, that my father is listening to me. Nekem. I'm sure that my father is answering. Tudom, hogy az ő tervében járok. I know that I'm walking in his plan. Ez a leggyönyörűbb dolog egy hívő életében. And this is the most beautiful thing in a Christian's life when amikor this happens. Amikor megismerem ezt az igét, when I get to know this word. Ezért van bibliaiskolánk. This is why we have Bible school. Amikor megismerem ezt az igét, when I get to know the word. És megragadom az életemre. And I get a hold of it for my life and I surrender myself in my heart to it. És járok benne. And I'm walking in it. És van egy gyönyörű bizonyosságom. And I have a beautiful certainty. Van egy örömteli nyugalmam. I have a joyful peace. Van egy törődő járásom. I have a caring walk. Van egy kedvességem, egy szelídségem, egy békes a szellem gyümölcsei az életemben. I have the fruits of the spirit in my life. És akkor úgy vagyok, ahogy Jézus volt itt. And I'm just as Jesus is here. Atyám, tudom, hogy te mindig meghallgatsz engem. Father, I know that you always hear me. És akkor megvan ez a fajta békességünk. And we have this kind of peace here. Mert a szellem. Because the spirit. Bizonyságot tesz a mi szellemünkkel együtt. Testifies with our spirit. Hogy Isten gyermekei vagyunk. That we are children of God. És ezért azt kiáltjuk. And this is why we say, Abba, Atyám, Abba, Father. Nem úgy beszélünk Istenhez. We are not speaking to God like szégyellősen, like shy. Mi Atyánk, hanem nem, én Atyám. But we nem valami sarokban, nem valahova elbújva, nem csendesen, not silently, hanem én Atyám. But we say, Our én Father, Atyám, my Father, én Atyám, my Father. És bátran kimondhatom ezt. And I can boldly bizonyosság. Say this, certainty. Róma 8, 16 és 15. Romans 8. 16 and 15 a Szent Szellem által. By the Holy Spirit. És ez az amire szükségünk van ebben az életben. And this is what we need in this life. Figyelj, egy nap Isten előtt fogsz állni, én is. Listen, one day we will be standing before God, you mit and me. Mit fogunk sajnálni? What will we be sorry about? Én nem hiszem. I don't believe. Hogy azt fogjuk sajnálni, hogy that we will be sorry about. Nem tudom, túl sok hamburgert tettünk. That we ate too much hamburgers. Nem hiszem, hogy azt fogjuk sajnálni, hogy túl sokat aludtunk, vagy. I don't think we will be sorry that we slept too much. Tudod, én azt hiszem, hogy még őszintén még a bűneimet, tudod miért? And not even our sins, you know why? Mert a Krisztus vére alatt van az én bűnöm. My sin is under the blood of Jesus. Nem hiszem, hogy amiatt fog szégyenkezni a mennyben. I don't think I will be ashamed because of that. De tudod, mit fog sajnálni? But you know what I will be sorry about? Azt, hogy lehettem volna biztosabb. That I could have been more certain. Lehettem volna biztosabb. I could have had more certainty. Lehetett volna a hitem. My faith. Másféle is. Could have been different. Bízhattam volna ő benne jobban. I could have trusted him more. Egy nap majd visszanézel ezekre a napokra. And one day you will be looking back towards these days. És látni fogod Istennek a kezeit, amint alattad voltak mindig, ahogy jártál. And you will hogy elkapjon, ha elbuksz. You will be seeing God's hands as they were under you to catch you if you would fall. És akkor azt mondom majd a szívemben. And then in my heart I will say. Ah, tudtam volna. If I would have known. Na de hát tudtuk. No, but we do know. Megmondta nekünk. He told us. Elmondta, hogy így van. He said that elmondta, this is the hogy way az ő it is. Kezében vagyunk. He told us that we're in his hand, that no one can take us out of there. Elmondta nekünk. He did say it. És bízhatunk. And we can trust. És ez a bátorítás. And this is the encouragement. Figyelj, Isten véghez viszi az ő akaratát. God will accomplish his will. És itt azt látjuk. And what we see here, Jézus mozog Isten akaratában. Is that Jesus is moving in the will of God, he's thinking and serving. Beszél Isten szerint. Speaks according to God. És mindenki más. And everyone else. Nem hívők, még a tanítványok is. Believers, unbelievers, even the disciples. Csak akadékoskodnak szinte folyamatosan. They were just hindering him continually. De Jézus végigviszi a dolgot. But Jesus does it. És így van ez ma is. True, and this is how it is today. Jézus elvégzi az ő atyának az akaratát. This is the same way today. Jesus will accomplish the will of the Father. És mi meg felszállhatunk erre a hajóra. And we can join. Beugorhatunk ebbe az autóba. We can join the trip. Mi meg csatlakozhatunk hozzá. We can join him. Hitáltal. By faith. Ennyi, Atyánk. Heavenly Father. Annyira hálásak vagyunk. We are so thankful. Hogy találkozhatunk veled.
that we can encounter you összejövünk. Every day when we are together. Olyan hálásak vagyunk azokért, akik szolgáltak az elmúlt hetekben. We are so thankful for those who ministered through the last weeks. Köszönjük neked az igét, amit hallottunk ezekben a hetekben is. Thank you for the words we have heard és most is. Throughout these weeks and even now. És Istenünk, kérünk téged, and God, we ask you, hogy vezesd a szívünket, that you would lead our hearts. Vigyél minket előre a hitben. Take us forward in our faith. Adj nekünk növekedést. Give us growth. Előrelépést, járást. That we would walk forward with you. Uram, hogy a hitünk az ne elvont legyen, hanem jelen legyen az imáinkban. That our faith wouldn't be something abstract, but it would be present in our prayers. Jelen legyen a szavainkban. Present in our words. Jelen legyen a cselekedeteinkben. And in our deeds. Meglátszon abban, ahová megyünk és ahova nem megyünk. That it would be revealed the places we go and we don't go to. Urunk Istenünk, taníts minket. Lord God, please teach us and lead us to walk in the light. És hogyha úgy vagy itt ma, vagy a neten nézed, and if you are here today or you are watching on the net, hogy még nem ismered Jézust, and you don't know Jesus, hívd őt az életedbe, call him into your life, meg a mai nap, call him by name today neki, and tell him, a legegyszerűbb szavak, with the most simple words, Jézus, meg Jesus, akarlak ismerni téged, I would like to get to know benned, you, I believe ments in you, meg engem, save me. A legegyszerűbb szavak a világon. Szólíts meg őt a szívedben most. Call unto him in your heart. A legnagyobb döntés. The greatest decision you mondd can make. Neki, and tell him, Istenem, my God, Jézus, Jesus, ments meg engem. Save me. Tudom, hogy bűnös vagyok. I know I'm a sinner. Szükségem van. And I'm in need. Hogy megtisztíts. That I would be cleansed. Hogy megments. That you would be. You adj would nekem save egy új életet. Me. Give me a new life. Jézus, vágyom megismerni téged. Jesus, I desire to get to know you. Gyere az én életembe. Would you come into my life? Légy az én megváltom. Be my savior. Hiszek benned. I believe in you. Ha életedben először imádkoztál így. And if this is the first time you prayed like this. A gyülekezet még imádkozik. As the church is praying. Kérlek, csak mutasd meg nekem, tedd fel a kezed, would you show it to me by raising your hand? Meghoztad ezt a döntést. If you made a decision. A neten nézed, küldj egy e-mailt. If you're watching on the net, veled. Send us an van-e email. Valaki ma este? Is there anyone here még today? Soha nem hozta meg ezt a döntést, who never made Jézust. This decision, but you're calling Jesus. Rendben. Istenünk, köszönjük ezt az alkalmat. Thank you God for this opportunity. Áldunk téged. We praise you. Jézus nevében. In Jesus' name. Amen. Amen.